Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a kedves testvéreim, mai napon boldog Brenner János áldozópap és vértanúra emlékezünk. Magyar szent, és egész közel van a mi korunkhoz. Kérjük az ő közbenjárását, segítsen bennünket abban, hogy az életünk küzdelmeiben, a mindennapos kis harcokban és a nagyobbakban is mindig hűségesek tudjunk lenni az Úr Jézushoz, akkor is, hogyha ez nekünk áldozatba kerül, hogyha harcba, kemény ellenállásba kerül a kísértéssel szemben, mindig hűségesek maradjunk az Úrhoz. A Szent Misét Attiláért és családjáért ajánlom föl. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel vegyünk részt ebben a szent áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, aki boldog János áldozópap szívét szeretetett tüzével olyannyira lángra gyújtottad, hogy vére árán is megvédje Krisztus szentestét, add, hogy példájára mi is teljesen odaszenteljük magunkat Isten szolgálatára, az emberek üdvösségért, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Én az Úr, a te Istened arra tanítalak, ami javadra válik, és arra az útra vezetlek, amelyen járnod kell. Ha megtartottad volna parancsaimat, békéd olyan lenne, mint a folyam, igazságod, mint a tenger hullámai. Nemzetséged annyi volna, mint a föveny, és ivadékod, mint a homokszem. Neved sohasem tűnne el, és nem halványodnék el szemem előtt. Ez az Isten igéje. Istennek. Aki téged követ, Uram, azé lesz az élet világossága. Aki téged követ, Uram, azé lesz az élet világossága. Boldog ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem lép a bűnösök útjára, a gúnyolódók körében nem foglal helyet, hanem az Úr törvényében leli örömé, az ő parancsaival elmélkedik éjjel és nappal. Aki téged követ, Uram, azé lesz az élet világossága. Olyan az, mint a fa, melyet folyóvíz mellé ültettek, mely idejében gyümölcsöt érlel. Nem fogyod el a levél ágai, aki téged követ, Uram, azé lesz az élet világossága. Nem így járnak a gonoszok, nem így, hanem mint a pejba, melyet szétszól a szél. Mert az Úr őrzi az igaz apuntját, de pusztulás a gonoszok sorsa. Aki téged követ, Uram, azé lesz az élet világossága. Halleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez. Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket?
Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik oda kiáltják pajtársaiknak. Furuljáztunk, de nem táncoltatok, siránkoztunk, de nem zokogtatok. Eljött János, nem eszik és nem iszik, azt mondják rá, ördöge van. Eljött az ember fia, eszik, iszik, és azt mondják rá, lám a falánk borissza ember, a vámosok és bűnösök barátja. Az Isten bölcsességét azonban művei igazolták. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Az olvasmányban az Úr azt mondja a választott népnek, és azt mondja nekünk is, az új választott népnek, hogy arra tanítalak, ami javadra válik. Ez nem csak azt jelenti, hogy Isten arra tanít bennünket, hogy az ő tanítása, az ő útmutatása, a kinyilatkoztatás, az elvezet bennünket az üdvösségre. Ez is igaz, és elsősorban igaz, és elsősorban ez válik javunkra, hogy eljussunk az üdvösségre. Azonban egy olyan részletre szeretném fölhívni a figyelmet, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy itt azért nem azt mondja az ige, hogy arra tanítalak, ami javadra fog majd válni egyszer, hanem arra tanítalak, ami most javadra válik. És hát tulajdonképpen az örökkévalóság az a földi életünk folytatódása, nem így, nem ilyen módon, egészen másképpen, de tulajdonképpen én magam fogok örökkön örökké lenni és élni. Tehát a mostani létem, a mostani életem, az is az én életem. És az Úr azt mondja, hogy amire ő tanít bennünket, az javunkra válik. Vagyis földi életünk során is, ha Isten parancsaira figyelünk, akkor van jó pár olyan dolog, olyan szenvedés, amit megúszhatnánk, amit el lehetne kerülni. Nem egyszer az ember a bűnével ránt magára olyan szenvedéseket, próbatételeket, vagy bajokat, nehézségeket, amiket egyébként ki lehetett volna hagyni az életünkből. Tehát innen nézve is érdemes az Úrra hallgatnunk. Isten nem azt akarja, hogy magunkra erőltessünk valami tőlünk idegen életformát, és hogy így eltorzítson bennünket, hogy valami belepréseljük magunkat olyan keretek közé, ami nem az enyém, ami nem a miénk, és akkor, hogyha ezt megcsináltuk, és hogyha kibírtuk egy földi életen keresztül, na, akkor rendben, akkor megkaphatjuk az üdvösséget. Nem erről van szó. Hanem az Úrnak a tanítása és parancsai valójában a mi eredeti épségünk felé visznek vissza minket. Tehát Isten vissza akar gyógyítani bennünket abba az állapotba, amiben akkor voltunk, amikor még az emberiség még nem volt bűnbe esett. Ádám és Éva vétke előtt. Tehát vissza akar Isten vinni és gyógyítani bennünket oda. Illetve ennél sokkal többet is akar adni nekünk. Más alkalommal beszéltem erről, most erre nem akarok kitérni, de ez fontos látnunk, hogy nem egy tőlünk idegen valamit kell magunkra erőltetni. Gyakran így érezzük, hogy hát a parancsok azok nehezek. Ezt ne csináld, azt ne csináld, amaszt ne csináld. Ugye szokták is mondani, hogy ami jól esik az embernek, az vagy bűn, vagy egészségtelen. És ebben benne van ez a gondolat, hogy semmit nem lehet csinálni, ami jól esik, meg egészség, mert ez valamiért nem jó. És nem, hanem Isten visszagyógyít az eredeti épségünk felé. És ezt már most földi életünk során is érezzük, megélhetjük, átélhetjük, hogy szabad vagyok, hogy szabad lettem szenvedélyektől, megkötözöttségektől. Egy különösen is ilyen terület, amit tapasztalatom szerint, amiben ez gyakran megnyilvánul, hogy ha valaki például az ezotériával foglalkozik, okkult ezoterikus dolgokkal, amikor belemerül az asztrológiába, amikor reikízik, amikor olyan gyógykezeléseknek veti alá magát, ami titkos erőkkel való gyógyítás, stb. És lehetne sorolni tovább, és aztán megtapasztalja a gonosznak a jelenlétét az életében. Sokszor ezek az emberek úgy tűnik, hogy úgy van valamiféle zavarodottság, nem elmezavar, de mégis egyfajta zavarodottság bennük.
egy csomó olyan terhet magukra rántanak, amit nem kellett volna. Ha Krisztus van a középpontban, az életünk középpontjában, ezeket meg lehetne úszni, ezeket el lehetne kerülni. És simább lenne az életünk, könnyedebb lenne az életünk. Vannak olyan keresztek persze, amik mindenképpen benne vannak az életünkben. Vannak olyanok, amiket magunkra rántunk, és vannak olyan keresztek is az életünkben, amiket azért lesz osztályrészünk, mert Krisztus követői vagyunk, ilyen is előfordul. Csak nem mondjuk azért azt, hogy minden szenvedés azért van, mert keresztet hordozok és Krisztus követője vagyok. Mert azért csinálunk mi magunknak is elég bajt. Az Úr arra tanít, ami javadra válik. Kérjük Brenner János közben járását, segítsen bennünket abban, hogy azt az utat, azt az ösvényt tudjuk végigjárni életünk során, amire az Úr hív bennünket, mert ott van elhelyezve a legtöbb áldás annak az ösvénynek a mentén, és az a legjobb, legbiztonságosabb számunkra, és az ott lévő fájdalmak vagy keresztekhez pedig megkapjuk a kellő, szükséges erőt is. Amen. Testvéreim, szűzanyán közbeni járását kérve forduljunk mennyei atyánkhoz. Add, Urunk, hogy mi is a szűzanya bizalmával hagyatkozzunk a te gondviselésedre. Kérjük, hallgass meg minket. Engedd, Urunk, hogy miként a szűzanya, úgy mi is Krisztus hordozók legyünk a világban. Kérjük, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy krisztusi küldetésünkben álljunk mellettünk a szűzanyánk, a jó tanácsnak anyja. Add, Urunk, hogy apostoli fáradozásaink közben töltsön el minket a Szentlélek ereje és vigasztalása. Kérünk, hallgass meg minket. Halottainak pedig minden buzgókodásunkért ad bőséges jutalmadat. Kérünk, hallgass meg minket. Urunk és Istenünk, te bőségesen adott kegyelmedet mindazoknak, akik kitárják előtted szívüket. Add, hogy soha ne zárkózzunk el, hanem kegyelmedet befogadva tegyünk róla tanúságot az emberek előtt. Áld meg Attila testvérünket és családját, Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Istenem. Kérünk, Urunk Istenünk, áldásoddal szenteld meg ezeket az áldozati adományokat, és gyújtsd fel bennünk is szeretetednek tüzét, amely által Szent János úrrá lett minden testi gyötrelmen, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket!
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert téged magasztalunk, amikor szentjeidet dicsérjük, és amire csak képesek voltak szenvedésükben, az mind a te hatalmad csodálatos műve. Kegyelmeddel tápláltad jóságosan hitük lángját, megszilárdítottad kitartásukat, és győzelemre segítetted őket a harcban, Krisztus a mi Urunk által. Ezért minden égi és földi teremtmény új éneket zengve imád téged, és mi is együtt az angyalok egész seregével, hangos szóval hirdetjük, és vég nélkül valljuk. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára,
Ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaital, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaital, a dicsőséges vértanukkal, boldog Brenner Jánossal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhűnt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagul részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk szavára és isteni tanításán fölbátorodva így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten bárány. Uram,
Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen.
Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy a magunkhoz vett szent misztériumok adják meg nekünk is azt a lelki erőt, amelyet boldog Brenner János vértanúdat szolgálatodban hűségessé, a szenvedésben pedig diadalmassá tette Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise véget ért, menjetek békével. Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát. Üdvözl légy, Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled. Te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszony, íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen a te ígéd szerint. Üdvözl légy, Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled. Te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözl légy, Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled. Te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja! Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Adj, Uram, örök nyugodalmat a megholt híveknek. Nyugodjanak békében.